Háromszékesfehérvári lakótelep, a Palotaváros, a Tóváros és Szedreskert csatlakozott a mintaprogramhoz. A lépcsőházak előtt barna színű kukákat helyezett ki a szolgáltató, a háztartások pedig ismertetőt és kisméretű 5 literes zárható edényt kaptak. Ebbe gyűjthetik a konyhai hulladékot, melyet a depónia elszállít. A kis kukák kiosztása jelenleg nem fejeződött be, a munka folyamatos, mondja a depónia ügyvezetője. Aki hozzátette, az első tapasztalatok pozitívak. Maga a gyűjtés már február 1-től elindult, tehát voltak múlt heti adataink a gyűjtésre és e heti adataink, és azt látom, hogy minőségben nagyon jó a gyűjtés, főleg ott, ahol már az ismertető anyagok, az edények, a kicsi 5 literes edények kiosztásra kerültek. Ahol nem, ott egyébként kevésbé, tehát látszik, hogy fontos az edukáció. A konyhai hulladékok gyűjtése egy országos program része. 2024-től 14 hazai városban vezették be. A rendszer célja, hogy a hulladék minél nagyobb részét újra tudják hasznosítani. Biogázüzembe fog kerülni, ahol hőt és villamos energiát fognak előállítani belőle. A későbbiekben, illetve a fennmaradó maradékanyagot komposztszerű anyagként kihelyezik a mezőgazdaságban. Székesfehérvár elkötelezett a környezet és természetvédelem iránt, mondja a város polgármestere. Cserpalkovics András hozzátette, nagy az érdeklődés a tájékoztató iránt, és abban bízik, sokan élnek majd a külön gyűjtés lehetőségével. A környezetvédelem, természetvédelem, klímavédelem vonatkozásában az egyik legfontosabb a körforgásos gazdaság és gazdálkodási lehetőség kialakítása, és annak a lehetősége a megteremtése, hogy a nap végén a lerakóban minél kevesebb hulladék kerüljön, és minél többet valamilyen módon újra lehessen hasznosítani. A konyhai zöld és élelmiszer hulladékot gyűjtő kukákban sokféle szerves hulladék elhelyezhető, például gyümölcsök és zöldségek maradékai, kávézac, teafű, a filter viszont nem, fűszerek, tojáshéj, főtt ételmaradékok, pékáruk vagy épp feldolgozott élelmiszerek és húskészítmények is.